A munkáim a garázsban 4 mérnök van, plusz én, mert én is dolgozom. 120 ezer használt autót hoztak be évente Romániába, minden második 10 évnél öregebb. Az adóemeléssel akarják megakadályozni, hogy az unió autótemetőjévé váljon az ország. Egy olyan 20%-a nagyon jó karban van, tehát 2005 fölött van, viszont egy olyan 70%-a mondjuk 95 körüli. A tumultust telefonos és internetes előjegyzéssel kerülik el. Aki most jelentkezik, december közepére kap időpontot. 00:30-re voltam programálva, úgy 3:30-kor került be az autó. Többen voltak a tegnap, sokan voltak. A szaktárca januártól másfélszeresére emelni az illetéket. Ennek a több mint 10 éves autónak a bejegyzése jövőre többe kerülne, mint amennyiért a tulajdonosa eladásra kínálja. Egyesek maguknak hozzák, mások eladásra, de ezen már alig nyersz valamit. Nem éri meg a fáradtságot, hogy vezessél 2000 kilométert, vásárolj rendszámot. Sok idő, sok pénz. Januártól az Euro 5-ös autók sem mentesülnek a regisztrációs adó alól. Ezekre néhány száz eurót kell fizetni. A legszennyezőbb járművek bejegyzése viszont akár 30 000 eurót is elérheti Romániában.